Dr. Szederkényi József Bosszós Anikótól kérdezett. És szeretném megkérdezni, például egy finn érdekeltségű cég a Nokiát hogyan támogatja Pécs város és a régió szakképzését? A Nokia Monitor Kft. Előszeretettel teljesíti a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettségét olyan formában, hogy Pécs, illetve a régióban működő szakképző intézményeket támogat. Ezeket a támogatásokat természetesen kizárólag a szakképzés tárgyi feltételének javítására lehet fordítani. Egyéb támogatási forma továbbá az, hogy a szakmai gyakorlatokat igyekszünk fogadni, saját erőforrásainkat és a kapacitásainkat figyelembe véve, valamint felsőfokú intézményekben tanuló diákok szakdolgozatainál, egyéb tudományos munkáinál külső konzulens feladatokat látunk el. A szakmai gyakorlatokat minden esetben az oktató tanárokkal és az mi szakembereinkkel együttműködve dolgozzuk ki, figyelembe véve a cégünk profilját és az iskolák képzési szerkezetét. Ön kitől és mit szeretne kérdezni? A tömegközlekedési értétől kérdeznénk a dolgozóinkat élesen érintő problémával kapcsolatban, miszerint mikor és milyen formában kívánják bővíteni, módosítani, ne talán sűríteni a helyi járatokat, jelen esetben elsőlegesen az 50-es járatra gondolva.